Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat egy kávéra és ezzel együtt egy beszélgetésre. Szoktál-e kávézni, és ha igen, hogyan kéred a kávét? Feketében? Hát szoktam fehéren, kapucsinót. Mai vendégem az a kisvárdai származású költő, újságíró, aki Kisvárda, Budapest, Tokaj után Nyíregyházát választotta otthonául. A 70-es években már megjelent első verse egy országos lapban, miközben a vendéglátás kereskedelem világában töltötte mindennapjait. Egy megkeresésnek köszönhetően innentől a Kelet-Magyarország újságírója lett, olyan munkát végzett, amilyenre mindig is vágyott. A megyei tájak, a vidéki utazások, a színház világa és a színészek élete, talán ezek a területek vonzották leginkább, megjelent könyvei egy jó részéhez is ezek teremtettek alapot. Irodalmi rendezvények, műsorkalauz, programújság, ezek is az ő nevéhez, az elmúlt 50 évéhez fűződnek. Vendégem Bodnár István költő, újságíró, aki szívesen válaszolt fél évszázados alkotó munkájával kapcsolatos kérdéseimre feketén-fehéren. Szépen rendesen teleraktuk itt az asztalunkat, illetve hát itt a kis komód tetejét és azokkal a kiadványokkal és esemény meghívókkal, amelyek tulajdonképpen annak az emlék és élménygyűjteménynek a része, ami az eddigi életed alatt összegyűlt neked. Nagyon sokféle dolog van benne, sokféle eseményre enged emlékeztetni valamennyi meghívó. Ez a szép könyv is, ami itt van az asztal közepén. És sok olyan dolgot hoztál magaddal, amit most nem is tudunk megmutatni. Nevezetesen egy remekül összerakott és megszerkesztett albumot is, amelyben újságcikkek olvashatóak és láthatóak. És több évtizedet tudunk visszamenni az időben. Na most hány év termése mindaz, ami a te neveddel van fémjelezve. Tehát itt gondolok kötetekre, szerkesztett összeállításokra, újságcikkekre és rendezvényekre. Hát ugye olyan 50 év, tehát a 70-es években kezdtem el írogatni, és akkor úgy lassan meg is jelentek, 50 év. És mi volt az az első lehetőség, amit megragadtál, hogy amit írtál, azt mások el is olvashassák? Hát a ablakunkból lehetett látni egy gémes kutat, és azt emeletes házak között volt, és azt kiásták, eltüntették, és írtam egy verset egy gémes kut halálára. És akkor így szólt a szolgálatnak vége, letaglózzák a fát, csonkja fölött vajukárok, jaj litániát. Jönnek a lánctalposok, hantolják a dombokrot, ültetek rá tégreeltőt, vasbetonbokrot. Szóval ez volt az első vers, és ez megjelent az Ifjúsági magazinban. Ez mikor volt? Hát ez a 70-es években, amikor még az volt a szerencse, hogy annyi folyóirat, újságlap volt, napilapok is, hogy közölték a verseket. És akkor a másik, akkor tájt, egy könyvem is úgy jelent meg, hogy hát mindig, mikor gyerekek kicsik voltak, akkor írogattam gyerekverseket, és akkor hát abból is a Litera Nova kiadó megjelentetett egy kötetet, és nagyon szép rajzok voltak benne Gábor Enikőben, és annak jó visszhangja is volt, és úgyhogy aztán gyorsan kihasználtam a lehetőséget, még egy gyermekverseket tartalmazó kötetet adtam ki, aminek úgy gondolom, hogy szép volt. És most jött a harmadik unoka, hát most jelent meg szintén egy gyermekekhez szóló kötet. Mindez, amiről most említést tettél, ez már Nyíregyházához köt téged, hogyha jól sejtem, viszont a te legfontosabb városod az életedben, a kiinduló helyszín az életedben, az nem Nyíregyháza.
Nem, én Kisvárdán születtem, és ott érettségiztem, és nagyon érdekes, hogy két barátomat még mindig őrzök azóta. Azt mondják, az embernek az életben két barátja van, az gazdag ember. És az első barátom a Gábor, ez egy kicsit vicces történet, az első ellenében mentünk az iskolába, és akkor csütörtökön van egy heti vásár, és a tanítónéni összecsapta a kezét, hogy ilyen nagyfiúk jöttek ma csütörtökön iskolába. És akkor Gáborral egymásra néztük, és szünetbe elmentünk, hogy akkor nem is kellett jönni ma iskolába. És azóta is tart ez a barátság, ő is újságíró lett belőle, és Pesten lakik. És hát a másik pedig Tokaj. Tokajba költöztünk. Édesapám hát lelkész volt, és görögkatolikus lelkész, de én már akkor Pestre kerültem, de a szüneteket otthon töltettem Tokajban. Az nagyon-nagyon nagy öröm volt, mert ugye ott a Tisza-Bodrog mellett laktunk, és hát csodálatos város Tokaj. Még egy kis szőlőnk is volt, apám megművelte szegényként. Hát ez olyan guggolós bor volt, mert ha vendégek jöttek a ablak előtt, hogy guggolva mentek el, hogy nehogy megkínálja édesapám, na rosszat mondok, de finom borunk volt, sok bor termet. Amikor Kisvárdára jártál, még iskolába tanultál, akkor az már úgy körvonalazódott, hogy milyen pályát képzelsz el magad számára? Hát nem volt egyszerű a dolog, mert eleve volt is abban az időben, hogy ne jelentkezzek hát jogi pályára, tanári pályát is gondoljon meg, és akkor politikai okok miatt, és akkor hát indult ez a kereskedelmi és vendéglátóipari főiskola, és oda jelentkeztem, és fölvettek. És akkor úgy indultam el Budapesten, aztán Tokajba, és végül Nyíregyházára jöttünk. A 70-es években ez nagyon jó dolog volt, egy felsőfokú képzettséggel rendelkező vendéglátós. Hát sorra nyitottak meg akkor a vendéglátóhelyek az Omniától kezdve Sóstóig, úgyhogy volt is vendéglátó központ volt. Jó volt, volt feladat, örömmel szinált. Milyen feladatokat láttál el? Hát én beszerzési csoportnál voltam, és akkor így felmértük, hogy kinek mi kell, hova hozzuk, és akkor az jó volt. De ez aztán szerencsére nem tartott soká a vendéglátónál, áthívtak a tanácshoz, városi tanácshoz, és akkor ott termelés-ellátás felügyeleti osztályon voltam, és akkor hát ott jó volt. Hát még beosztottaim is voltak, nem az osztályon, hanem társadalmi ellenőrök, volt vagy 78-an a városban, és akkor azokkal dolgoztunk, mentek ellenőrizni, érdekes hát pálya volt. És akkor a váltás az ezt követően a vendéglátásból a média lett? A vendéglátásból vagy volt a városi tanács, és a városi tanácson már akkor elkezdtem irogatni, még írtam is a közalkalmazottak című újságba, és akkor többet is néha a keletbe, és akkor a keletbe, hogy nem egyszer szóltak, hogy volna kedvem oda menni, hát persze, hogy voltak. Volt a nagy örömömre, és akkor ott hát néhány év múlva a kulturális rovatnál kötöttem ki. Olyan volt, mint amilyennek gondoltad, vagy ahogy elképzelted az újságírás? Tehát arra gondolok a kérdésemmel, hogy amikor már minden nap azt lehetett csinálni, akkor az tetszett? Igen, tulajdonképpen tetszett. Sok utazással járt, mehettem vidékre, aztán ugye a színház akkor kezdett erősödni, színészekkel találkozhattam, jártak éneketes, jött a fesztivál, tehát nagyon érdekes kulturális évek voltak, és hát ebből írtam is több könyvet a színészekről, szerepálmokkal, és akkor én nagy öröm volt, hogy egy-egy színésszel, színésznővel beszélhetek, Zente Ferenctől Hüvösvölgyi Ildikóig, vagy akár hát más jeles színészekhöz, Mikó István, meg hát... Mások akkoriban nem csináltak ilyen jellegű köteteket, kiadványokat? Tehát ezt a területet te úgy magadnak úgy hát igen, stoppoltad? Nem nagyon csináltak, készítettek, de aztán szerencsére, hogy Kántor Éva is írogatott, hát interjúkat is nagyon jól csinált, és aztán így hát ketten adtunk ki egy-egy kötetet néha, és akkor így hát még gazdagabb, gazdag lett a kötet, hogy két alkotó dolgozik benne.
Akkoriban, abban az időszakban, amiről most beszélünk, hányan dolgoztatok a Kelet-Magyarországnál? Hú, hát nem tudom, vagy 20-an körülbelül biztos voltunk, mert volt mindenféle osztály, és akkor már az szebb idő volt, mert épp elővettem valami régi újságot, hogy az 50-es években úgy kezdődött a feladat kiasztása, nem volt kocsi, hogy na akkor lányom most ülj bicikli és menj ki Sóstróra. Így kellett lenni az interjú után. Tehát akkor már úgy jobb volt a mikorunkban, mert saját kocsit lehetett használni, és hát kellett is, mert nagyon szép megy ez a mi megyénk is. Bejártam, bejárhattam rendszeresen. Miután egy újság számára dolgoztál, ahol nyilván nagyon fontos a tartalom, tehát megírni egy cikket, egy kis összeállítást, fotókra is szükség volt. Gondolod, akkor fotóztál is. Igen, fotóztam, most is szívesen készítek fotókat, de hát Facebookra rakom fel őket, mert marad a gyerek, ha játszik. Na nem, szóval örömem egy jó fotót készíteni, és jó is volt, mert aztán lett egy kis saját újságom is, a Műsor Kalauz, aztán a Kaleidoszkóp, és a Műsor Kalauz az jó volt, akkor volt ugye Nyíregyházán vagy 3-4 mozi is, és mozi műsorokból meg lehetett élni, és illetve el lehetett tartani ezt a lapot, és akkor hát fotók is kellettek hozzá. Biztosan nem állok távol az igazságtól, ha azt mondom, hogy ez számodra nem csak munka volt. Hát nem, ez öröm. Öröm, ha az ember egy színésszel beszélgethet, öröm, ha megnézhet egy színházi előadást, egy hangversenyt meg hallgathat, és hát rengeteg volt ilyen, és sikerült is ezekkel általában, hát ezekkel a művészekkel beszélgetnem, Kocsi Zoltántól kezdve Szabó Dénesig, vagy Tony Curtisig, és hát ez mind egy öröm, és tényleg érdekes azért ez a riporterói, újságírói szakma, mert hát fel kell mérni az embernek a szemben lévő riportalányt, és akkor bizalmába férkőzni, mint például Hüvösvölgyi Ildikónak volt egy pulikutyája, és nekem is volt, na ez nagyon jó közös téma volt, ezen elbeszélgettünk Ildikóval, egyébként ővele történt meg az a eset, hogy mesélte, hogy értéte egy nagy furcsa dolog, hogy a szabadtéri színpadon volt, és akkor nézte az előadást, nézte, és egyszer csak hallja, hogy egy riasztó megszólalt az egyik autóban, és rögtön észrevette, hogy az ő kocsija, úgyhogy fel kellett állni, nem játszott, azt hiszem, ott kellett hagyni a színpadot, és akkor leállítani a kocsit. De csak azért mondom, hogy Hüvösvölgyi Ildikó, aztán nagyon aranyos, többször is készíthettem vele interjút. Szerintem, bár most másodjára is kiemelted már ezeket a színész interjúkat és a Kulisszák mögött című összeállításokat, azért nagyon fontos volt a te alkotásaid között, és tettünk is ki, azt hiszem, ilyen irodalmi túrákról szóló összeállítást is. Igen, ez is nagy öröm volt, hát csodálatos megy ez a miénk, meg a kicsit a határon túli település, és akkor hát tényleg Tiszacsécsétől kezdve, ugye, ahol Muric született, Tiszadobig, vagy hát akár megyünk Tokaj felé, vagy bármerre a megyébe, hát nagyon sok emléke van, és gyönyörű szép épületek is, tehát ezekről kastélyok, templomok, kastélyok, kúriák, az egyik könyvemnek ez a címe, ezeket összegyűjtve, és nagyon, nem dicsekvésképpen mondom, de nagyon kelendőek is, tehát a turista helyeken kirakva ezeket még ma is viszik. Aztán a második kötet az lett, hogy irodalmi barangolások határon innen és határon túl, ez belesik, hogy jártunk Nagyszalontán, ott Arany Jánosnak a szülőházát megkerestük, vagy ugye Koltó úr, míg nyílnak a völgyek, a völgyben a kerti virágok, vagy most megint voltunk Kassán Márai, szóval ezeket igyekeztem én kibővíteni ezekkel az interjúk, illetve a bemutatásokkal ezt a kötetet, és aztán lett irodalmi barangolások, ami szintén önmagában egy nagyon hálás feladat, mert
mert bejárhatta az ember, megfogalmazhatta, rákérdezhet a ott dolgozóknál, a tervezőknél is. Azt hiszem, hogy ez városban is, megyében is örömmel fogadták, sőt, akkor antológiát is készítettünk Sóstóról, és ebbe pedig összegyűjtöttük a környéken élő, vagy innen elszámazó embereket, Sóstóról mi a vélemény, és van egy szép sóstói könyv is. És az jutott eszembe, az a két kis újságbejegyzés, ami még a valamikor létező Krúdy Gyula könyvesboltnak az összesített listája volt, eladási listája, népszerűségi listája, tulajdonképpen mindegy, hogy hogy fogalmazunk, és kettő ilyet is eltettél az emlékeid között, ahol az első tízben benne voltak a kiadványaid. Igen, azért ez egy óriási büszkeség lehet. Igen, ez nagyon nagy öröm volt. Igaz, hogy néha felkerestem őket, és tegyék már a kirakatba, tehát kellett szervezni, de igen, nagyon nagy öröm volt, mert nehéz egyébként mostanában a könyvesboltban eladni könyvet. És ez nem tehát... is mostanában volt nyilván. Igen, igen. Az első versedet elmondtad itt az imént, ami a 70-es években született. Meg lehet satszolni, hogy nagyjából hány verset írtál? Nagyon szerencsés időbe kezdtem én ezt a 70-es években. Itt Nyíregyházán, Szabolcs megyében akkor alakult meg ilyen irodalmi klub fiataloknak, irodalmi csoport, amiben még abban az időben még benne van Jánosi Zoltán, Antal Attila, Nagy István Attila, Budaházi, aztán mi is támogatták is a pedagógiai intézet, tehát megmutatkozhatunk. Ilyen irodalmi délelőtre is emlékszem, hogy volt igen, ilyen. Igen, azt én szerveztem, nem dicsekvésképpen mondom, de akkor a vendéglátó vállalatnál dolgoztam, és akkor Katona Béla bácsit megkértük, és akkor ő vezette le, és akkor tényleg országos folyóiratok, írók, költők jöttek el a jelenkortól az Alföldig, vagy ismertebb emberek is. Volt nagy érdeklődés, általában olyan 40-50-en voltak. A Hotel Szabolcs vagy Korona, nem is tudom abba. És Béla bácsi ezt vitt, és hagyj említsen meg, tényleg Béla bácsi nagyon sokat segített fiataloknak. Több kötetet is támogatta, illetve írt hozzá, és tényleg nagyon rendes ember volt, és jó tett a kialakuló szabolcsi fiatal irodalmároknak a klubjához. Hát nyilván tehát a mindennapi munkáján túl ő azért a társadalmi szerepvállalásban is elég komoly példamutató személyiség volt. Ugye hát Katona Béla bácsi kapcsán elmondhatjuk, hogy ő Nyíregyházaváros díszpolgára lett egyébként. Igen, és még másképpen is segített, ha szerkesztőségben voltam, ugye Kutalás Rovatnál is nem nagyon volt témám, akkor ha Béla bácsihoz bekopogtattam, megkérdeztem, hogy Béla bácsi, nincs valami ötleted, valami, de most ide fog jönni, mit tudom, valamelyik író is, vagy a főiskolai újság, hát akkor keresd meg, és tényleg úgy több újságcikkem is így neki köszönhetően született. A keletes időszak az hány évet jelentett számodra? Meddig hát tartott? majdnem 20-at, tehát a 90-es években tartott, és akkor utána már úgy lassan nyugdíjhoz közeledtem, és akkor kiváltam, és kész volt nekem egy betéti társaságom, és akkor azt szerveztük, hogy kiad könyveket, és akkor én azt hiszem is pár jó könyvet sikerült, úgy kaptunk támogatást is hozzá, mert meg akkor volt a Műsorkalóz című folyóirat, ami akkor még nem volt Nyíregyházán, és akkor ez is egy jó lehetőség volt, mert ugye akkor kis Nyíregyházán volt 3 mozi, és még régen elfelejtett ma már mozik, és akkor jó műsorok, és ezeket úgy össze lehetett gyűjteni, írni hozzá, és ezzel úgy kiegészítette a életemet, hogy van saját. Meg említsem már még azt meg, ugye, említettem a köteteket, hogy többnek társszerzője is volt, mint például ezeknek a színész könyveknek néhány, a Kántor Éva. Akkor Kulcsár Attilával csináltuk egy ilyen képverseket, amiben ő is képverseket írt, meg én is írtam képverseket, és akkor volt még Kulcsár Attila, még volt egy-két
társ, akikvel közösen készítettem. Hát például Hánémet Katalin nevét is meg lehet említeni, aki illusztrálta ugye. Igen, Hánémet jó, hogy említed, mert szinte minden könyvemet más, illetve más-más illusztráltam. Hát kezdve a Petkes Józseftől, kezdve Hánémet Katalinig, vagy hát más Huszár Istvánnak is van, Botrágyinak is van rajza, és nagyon szépé tették a kötetet, nem azért mondom, hogy most dicsérjem, de az ő alkotásaik szerepelnek benne, mint most a Fuskia létre, a unokahúgom, a Bodnár Ágnes, aki nagyon nagy örömmel csinált, és nagyon szépen, és kapott azóta mástól is felkérést, képzeld el, hogy hát alkot, illusztrálja már az őket. Ő egyébként Egerben lakik, és nagy öröm volt számára, nekem is. Kisvárda mennyire hív vissza téged, vagy Tokaj? Hát Tokajban az írótáborba szoktam menni főleg, mert hát a Magyar Írószövetség tagja vagyok, és akkor oda minden évben ellátogatok. Nagy-nagy élmény nekem, hogy ott részt vehetek tényleg a Jókai Annától kezdve, hát sok jeles író költő fordult meg. Aztán Kisvárdával mostanában úgy kevesebb a kapcsolatom, mert nem is tudom, nem is nagyon vannak ilyen írótaolvasó találkozók, ritkában vannak, tehát de szeretem nagyon a Kisvárdát, mert épp most voltunk Kastán, és Márai Sándor írta, hogy mit jelent neki Kassa, ahol ő született, élt, hogy a falak, a házak, sok-sok emlék jut eszébe, hogy sétál az utcán, erről a templomról, mint tudom én, és szinte védettséget érez az ember a szülővárosában. Nemrégen posztoltál egy fotót, ahol felnőttél azelőtt, a ház előtt, a kerítés ja, előtt. Igen, az Ódon vaskapu igen, előtt. Igen, igen. Igen, az egy nagyon szép emlék számomra, hogy a régi ház már leomlott, nincs meg, de a vaskapu megvan, aminek a kilincsét fogta az édesanyám, aki a félig telt kosarával jött haza az 50-es években a piacról, mert nem volt elő pénzeg. Apám, aki félt egy kicsit a politikától, aztán a bátyám, aki nézte azt a leányzót az utcán, aztán a nővérem is, aki hát tanítónő lett. Igen, négyen voltunk testvérek, és szóval mindenféle hátrány ellenére úgy azt hiszem boldogultak. Hát talán nem által azt is elmondom, hogy a Lóránt bátyámat a gimnáziumban nem vették föl, mert kelikáris reakció. Úgyhogy még októberben is ott sétált a gimnázium előtt, mint Móra Ferencnek a egyik kis regény, és akkor na, akkor az igazgató szólt el, Béla, gyere, hozd a fiadat, mert hát most volna egy hely. És akkor elvitték, kiváló orvos lett belőle, Bonnár Lóránt, nőgyógyász itt, és még hadd említse meg, egy könyveket is írt, szerkesztett védőnők orvosoktól, tehát nem akarták fölvenni, aztán a László bátyám is egy évet kint maradt, hát én aztán itt megtaláltam. Az, hogy eljött az az időszak, hogy véget ért a keletes újságíró tevékenységed, és hogy következett a nyugdíjazás, az nagy változást jelentett az életedbe, vagy ugyanúgy olyan benne tudtál maradni a közéletbe, ugyanúgy jött egyik tennivaló a másik után? Olyan nagy változást nem jelentett, mert nem is, hogy mit tettem, hanem írhattam. Írhattam könyveket, szerkesztettem, mint mondtam, volt egy kis hát, kulturális lapon, írtam, és akkor más folyóiratokba, újságokba is néha elküldtem, egy-egy írás megjelent, tehát nem voltam annyira megkötve, hanem szabadon, meg amikor mondtad, hogy kedvem, majd értőztem rá, hogy most jó van ezt megírni, de hát mindig akadt számtalan dolog, amit szívesen megír az ember, mert változó a világ. És az, hogy írni szeretsz és tudsz, ez ugye nyilván kiderült, nem kellettek évtizedek hozzá, hanem az elején, és olvasni szeretsz-e? Igen. Sokat olvasol? Igen, hát elég sokat. Tényleg mostanában Márait olvasom, szinte legtöbb munkáját van, vagy 30 kötete, ugye, mert Kassán jártunk, és akkor most érdekes a ő szemszögéből, hát megkeresni a szülőházat, amit most szépen berendezte, illetve a
házat, amiben laktak, szépen berendezték kassán, és például most az tölti ki esténként, hogy olvasok tőle egy kicsit, és akkor életszemléletet, filozófiát is talál, mert hát ő ugye beutazta az egész világot. Azt nem tudom, hogy boldog ember maradt-e, mert igazi otthon azért csak kassa maradt, de nagyon szépen, emlékezetesen ír, örömkézbe venni a könyveit. Arról már beszéltünk, hogy te a megyét azért az beutaztad, illetve itt a határon túli részeket is, de neked sikerült így távolabbra is eljutni, és nyilván, ha igen, akkor abból születtek élményre számára. Igen, köszönöm a kérdést, mert épp kézbe vettem, van egy ilyen könyvem, hogy Európa kékege alatt. Tényleg, hát Velencétől kezdve a spanyol városok egy részét, aztán a kódozőnek, tehát a sok-sok városba jártunk, és ezekből is írtam. Épp most írtam egy kis szomorú háthírt, ugye, hogy Velencéről is nagyon kedves írásom volt, és most lám, a árvíz szinte elönti az egész várost, úgyhogy milliárdos össze kéne, hogy rendbe hozzák, pedig hát mindenki számára én, aki ott megfordult, úgy érem, az egy örökre szóló, hát emlék marad a Velencének a felkeresése. Na és akkor, hát ezek is benne vannak Európa kék a Ege alatt című kötetemben, tehát nem tudtam megállni, hogyha valahol járok, akkor ne írjak, ha valami érdekeset. És maradt-e benned valami olyan vágy, egy olyan terület iránt, ahová eddig nem sikerült eljutni? Hát igen, tulajdonképpen azért jó lenne mondjuk Dél-Amerikába, vagy nem tudom hová jutni, de ez is azért meggondolható, mert egyik osztálytársam Alaszkába él érettségi után, és nem hiszem, hogy boldog ember, mert egyszer volt itthon Európában, bizony ez messze volna. Van-e most valami olyan terv, elképzelés, ami még akár megjelenhet kötet formájában is? Hát ennek azt hiszem lesz egy folytatásra, mondja Ági. Fuss ki a létre, ezt igen, azért mondjuk el. Igen, ösztönöz Ági, hogy ez egy ilyet megcsinálnánk, mert olyan boldoggá tettem ezt a Ágnest is, hogy tényleg csodálatos akverelek vannak benne. Tehát ez lenne talán, aztán majd meglátjuk még. Ugye ez gyermekverseket tartalmaz ez a kiadvány, és nézve a megjelent 40 könyvedet, kötetedet, azért elég sok szól a gyermektársadalom számára, hogy úgy fogalmazzak, de akkor megígérhetjük talán a kicsiknek, hogy lesz még folytatás. Igen, és én azt hiszem, hogy érdemes a gyerekeknek is olvasni verseket is, mert még gyakorlati haszna is van, mert sokkal jobban ki tudja fejezni magát az a gyerek vagy ember, aki szépeket olvas, gyermekeket, gyermekverseket is. Hát egyrészt az iskolában jobban ki tudja fejezni magát, de akár egy felvételi vizsgán is sok előny jelent, hogyha tud beszélni, kifejezni magát szépen. És szoktál gyermekekkel találkozni? Igen. A könyveid kapcsán? Igen, most azért a bemutatón voltak többen, és nagy örömömben ott volt a Kristófka, a 8 éves unokám, most jött először, és nagyon-nagyon boldog volt, nézte, hogy dedikálok. Elhangzanak a versek, énekeltek a zeneiskolások, és azt hiszem kölcsönösen élmény maradt, hogy ott volt, meg a másik gyerek is. Hát sok hasonló szép élményt kívánok még neked. Köszönöm szépen. A feketén-fehéren sütemény megalkotója a Drazsé cukrászda.